Sziasztok, srácok! Itt ismét Nakos Banátotok üdvözöl titeket. Megérkezett az új ház, ami nem más, mint az NZXT. Switch 8-10-es fehér-fekete kívül-belül, belül-fehér és kívül is. Új ház, amelyik hát így első körben egy óriási doboz. Paramétereit tekintve, nem tudom ki mit olvasott róla, hallott róla, 2012-ben az NZXT-nek a csúcs háza. És hát most itt lesz nálam, ez lesz az új főgépem. Ugye tudjátok, hogy van a normál kisgép, amelyik nem más, mint egy 500R, amiben jelenleg egy Gigabyte G1 Sniper M3-as mikro ATX-es lap van. De ez lesz tulajdonképpen a főgép, ami csak játékra lesz beállítva. A másik gép, a meglévő, az tulajdonképpen marad a munkára elsődlegesen. Ugye játszani ritkán játszik az ember, ebben azért lesz egy-két olyan alkatrész, ami elég sok áramot fog zabálni. Úgyhogy na ez menjen éjjel-nappal, ez beleszállítva a játékba elsődlegesen. Na nézzük, mi az, amit erről a házról lehet tudni, mielőtt kibontom, egy pár dolog, érdekesség. Tetején, majd megnézzük, van egy ilyen zárható lamellás tetőrész, ami jó pofa, lehet szabályozni, hogy a por bemenjen, ne menjen. Ha akarjuk, hogy aktív léghűtés lesz a gépbe, akkor kinyitjuk értelemszerűen használat közben, hogyha vízhűtés van, be tudjuk csukni. Úgyhogy ezt megnézzük, ez az egyik érdekes funkciója a háznak. 140-es radik, ventilátorok vannak benne, az NZXT-nek ez a fehér-fekete. Hátsó megvilágítás, amit az előlapról, a ház elején egy gombot megnyomván lehet felkapcsolni, lekapcsolni. Tehát sötétben, éjfélkor, ha valamit hátul bütykölnünk kell, át kell dugni egy kábelt, vagy be kell dugni egy új kábelt, akkor egy ilyen egyszerű módon szépen a ház előlapjáról vezérelve ezt a kis lámpát fel, illetve le tudjuk kapcsolni, úgyhogy sötétben is lehet látni a hátsó csatlakozókat. Összesen 9 darab slot van hátul, úgyhogy ahol látjátok is, mindenféle tripla és quad eselikre tökéletesen elegendő, 4 darab vízhűtés ki meg be menet tulajdonképpen, ami, és ez ezért is hívják a házat switchnek, mert lehet léghűtéssel, illetve vízhűtéssel tökéletesen használni. Azt mondják, hogy léghűtésre is brutálisan jó a teljesítmény a háznak. Mindenképpen olyan házat akartam venni, aminek az oldalán van egy nagy üvegablak, be lehet látni, de most rövid távon nem lesz vízhűtés a gépembe, úgyhogy egy olyat akartam, amiben a léghűtésnek a ventilátora is olyan szívó-toló hatást, légáramlást tudnak biztosítani, ami egy komolyabb eselés, quad-eselés rendszert is el tud vinni. Ahogy ismertek, én általában elmegyek azért ilyen 1-2-3 videókártyás irányba, most is ez a cél. De egy GTX 690-est azt már megvettem, és korábbi videóm talán már láthattátok is. Az lesz elsődlegesen benne. Elképzelés az, hogy talán abból kettő is lesz. Úgyhogy az a két kártya muszáj, hogy kiválóan le legyen hűtve ezáltal ebbe a házba. Úgyhogy a ventiket esetleg kicserélem másik ventire. Sőt, biztos. Mert ezekről a ventikről azt lehet olvasni tesztek alapján, hogy szépek, jók, de hangosak. Légáramlás, légszállítás tulajdonképpen átlagos. Tehát nekem olyan kell, ami csöndes, és sokkal nagyobb hatásfokkal viszi át a levegőt a házon. Ha megnézitek, egy csomó venti hely van, de majd ha kivontjuk a házat, jól látszik. Itt fölül 3 darab 140-es, vagy 3 darab 120-as szerelhető, fölülre, alulra, itt akkora a hely, hogy egy vastag 6,5-es radi is simán elfér, úgy, hogy alá és fölé is teszünk még egy ventit, tehát egy ilyen toló-szívó struktúrába. Hátulra egy 140-es ventit lehet fölrakni, úgyhogy azt közben csúsztatni is lehet, tehát nem fixált a helye,
hanem egy úgy majd megmutatom, tehát van egy sáv, amin belül le is föl lehet mozgatni a 140-es ventit. Itt érdekesség az még pluszban, hogy alulra lehet rakni egy ventit, ide lehet rakni egy ventit, ide lehet rakni egy ventit, majd látni fogjátok, hogy itt van egy kis pöcök, ezt el lehet mozgatni, a ventit 45 fokba meg lehet dönteni, tehát hogy közvetlenül ráfújja a lényegi részekre a friss levegőt. Azon kívül a ház elején is lesz két ventilátor, és ahogy mutattam, itt pluszban még alulra is lehet rakni egy 140-es vagy 120-ast. Ezeket a rekkeket, Winchester tartó rekkeket egy egyszerű mozdulattal összehúzzuk a két fület, és ki lehet húzni. Úgyhogy a házról rengeteg nagyon, nagyon jó tesztet és véleményt lehet olvasni. Úgyhogy itt az ideje, hogy mi is megismerkedjünk vele alaposabban. Ugye mindenféle túl lesz, különböző csavarhúzó nélküli beépítő lefogatók vannak tulajdonképpen az 525-ösnek és a 3,5-esnek. Előlapon található két USB 2, két USB 3, SD kártyaolvasó, fejhallgató, mikrofon és az a hátsó lámpa kapcsoló, amiről beszéltünk. Ahogy látjátok, kivehető, így van a Winchester tartó, ki lehet húzni, ventilátor ugye itt van, láthatóan jól. És ami nagyon szép lesz, és kíváncsi vagyok rá, hogy elég komolyan el van látva a ház mindenféle porszűrő megoldásokkal, mint például az alján is két porszűrő, az egyik egy rövidebb, éppen a tápegységet fedi tulajdonképpen, a másik egy hosszabb, ugyanis általában előrefele több helyünk van, hogy kihúzzunk valamit, mint hátrafele, hogyha a ház be van tolva a falig. Úgyhogy innen egy rövidebb porszűrőt tulajdonképpen ki lehet húzni, ez pedig egy hosszabb lesz, de majd meglátjuk. És elől is a ház elején is van beépített porszűrő. Miket írnak leírásba? Tulajdonképpen 4 darab 525-ös, 6 darab 3,5-es, 9 darab hátsó slot. Ahogy itt írják, ugye a fölül két venti, elől két venti, fölül 3 venti, hátul 1 venti. Az alján tulajdonképpen 2 darab venti beszerelhető, és belül is ugye, amit néztünk a Winchestereknél, az elforgatható, az 2 darab vinyó, bocsánat, 2 darab venti. Ja, hát a specifikációt tekintve nem lesz kis ház, ami ugye érthető, 14 kiló, viszont szinte minden fajta komolyabb alaplap méretet, szabványt támogat. Ez is célom volt. Corsair 800D házam volt nem olyan rég, de talán egy éve vettem nagy reménységgel, és hát nagyot kellett csalódnom, amikor az XL ATX-es alaplap nem fért be az alsó polc miatt. Úgyhogy most már jobban oda kell figyelni. Ez a ház, ez mindenképpen nagyon ígéretesnek tűnik, úgyhogy álljunk neki a kibontásnak. Na, sikerült is kikapni a dobozból a házat, úgyhogy egy pár fória volt rajta, azt leszedtem. Még van egy belső, majd azt kibontjuk, akkor látni fogjuk. Úgyhogy, hát így néz ki első körbe. Azt mondom, hogy aki szereti ezt a fehér-fekete dizájnt, annak tetszeni fog. Ami nem tetszik egy picit, de majd meglátjuk a végén. A két első, tehát ez a rész, meg ez a rész, ez érezhetően műanyag. Az oldalrész az fém. Tehát ezeken érződik, hogy műanyagos, nem csúnya, de érződik rajta. Tehát ugye a súlyán is látjuk, ez egy nagy ház, ahhoz képest nem túl nehéz. Ez a 13 kg nem nevezhető extra nehéznek. Ugye például a Silverstone-nak a TJ11-ese, ami egy ennél is egy picivel nagyobb ház, az 20 kg, de az ugye minden része acél. Úgyhogy, na hát nézzük meg, mit tud. Kezdjük talán a tetejével, ugye pont erről beszéltem, hogy van ez a nyílászárós szellőző rész. Itt van egy ilyen kis kallantyú, előre-hátra, zárható, nyitható, láthatóan bent van egy venti, és valahogy ezt így van, ha ezt itt megnyomjuk, akkor pattan egyből a hátsó rész ki, és egy egyszerű mozdulattal kiemelhető. Láthatóan ide be lehet rakni egy hármas
radit. Egyébként pedig 3 darab 140-es vagy 3 darab 120-as venti fölülről ide szerelhető, úgy, hogy akkor alulra megy a radiátor. Tehát ez egy okos dolog. Én például a Corsair 500R-nél sokszor próbáltam a megoldást találni arra, hogyha por, amikor nem használom a gépet napközben, nem vagyok itthon, rászáll a por, tehát és beszáll a por. Úgyhogy ez egy kiváló megoldás arra, hogy végül is a port kint hagyjuk. Amikor használjuk és aktívan használjuk, akkor egyszerűen kinyitjuk, és a légáramlása szépen szabadon tud ezeken a rácsokon kimenni. Úgyhogy így van zárva. Ha a gépnek egyébként az elejét nézzük, akkor itt található bekapcsológomb, teljesen hétköznapi. Itt még van egy fólia rajta, így van, ezt le is húzzuk. Egy fóliával kevesebb. Ez egy így nyíló, de egész jó pofán így fölhúzza, ez valami rugó lehet mögötte. Úgyhogy egész jó pofán nyílik. Hát ott van, itt vannak a csatlakozók, ugye a két USB 2, a 3.0-as, egy SD kártyaolvasó, ez nagyon-nagyon hasznos, tehát ezzel nem kell tovább kínlódni, hogy nincsen hol az olvasó, beszerelni, nem szerelni. Itt van a kapcsológomb, amiről beszéltünk, a hátsó világításhoz. Itt van egy reset, nem, ez a reset gomb, és ez a LED a hátsó világításhoz. Hangszóró, illetve mikrofon bemenet. Többi ilyen előlap, gondolom ez egy ilyen pattintással kivehető. Ez is nem rossz egyébként, ez a műanyagnak az anyag összetétele, nem az a nagyon gagyi. Ugye fényeskés. Fekete szerintem sokkal rosszabb lenne, mert azon az új lenyomat jobban átüt. Ezen is biztos rajta van, ha hozzányúlok, de ugye mivel fehér nem annyira látszik. Na, úgyhogy hát így néz ki az előlap. Ezeket a 525-ös takarólemezeit oldalról szépen ki lehet venni. Ez ami egy érdekes része, itt van egy hot swap, valahogy ezt majd rá kell jönni, hogy hogy lehet kiszedni. Ennek láttam a leírásából tulajdonképpen. Majd megnézzük bentről, hát ha valami tartja, még így az elején. Ami érdekesség az az, hogy így van, valahogy így. Így egy kézzel egy picit nehéz. Nézzétek el nekem. Így van. Így egy ilyen mozdulattal lehet kiszedni, közben a zoomot elnyomtam, az első lemezt, amelyiken láthatóan ugyanúgy szűrő. Ezen a részen, egyedül ezen a fekete részen nincsen, de hát mondjuk ezt még túléljük. Ez a rész viszont szépen szűrve van. Porszűrővel. Egy darab 140-es ventit ide is beraktak. Ide is lehet szerelni kettő darab 140-est, úgyhogy én fogom is beszerelni az új ventiket. Egyébként amit szereztem, majd meglátjuk, de szerintem biztos berakom. Amiről beszéltünk, ugye a porszűrő, és egy pillanat, most megemelem az ágy miatt, egy ilyen mozdulattal kihúzható egy elég komoly, elég hosszú porszűrő rész. Úgyhogy ez alulról a első felét a gépnek tulajdonképpen alulról szűri a port, ami nagyon hasznos. Na nézzük meg a gépnek a belsejét. Aztán tovább lépünk. Úgyhogy a ablakot az teljesen egyszerűen 3 darab hátsó csavarral le lehet csavarozni. Itt is, ami érdekesség, hogy itt van egy ilyen kis kallantyú, tehát a középsőt nem is feltétlenül kell kicsavarozni teljesen, tehát azt egy ilyen meglazítjuk és egy fölfele mozdulattal le lehet emelni. A két felsőt és az alsót kell mindössze kicsavarni. Na úgyhogy így néz ki a ház oldala. Van egy fólia, ezt meg is tegyük belülről. Tökéletes. Na, hogy a ház így néz neki tulajdonképpen fólia nélkül, de hát majd összerakjuk, ugye, és akkor jobban látszik az összhatás. Na nézzük így, mit lehet a házról tudni. Igen, amiről beszéltünk, itt vannak a ventik, fölül egy
hátul egy, ugye hátul láthatóan ilyen sinekbe van becsavarozva a ventilátor, ami az, aminek az előnye az az, hogy a csavarokat kicsavarozva lehet mozgatni tulajdonképpen a ventilátort föl-le, tehát így nem okoz gondot esetleg egy nagyobb vizes blokknál, amit esetleg ide felszerelünk túl nagy, és a venti rossz helyen lenne gyárilag. Ez egyébként nálam okozott már problémát, kisebb házaknál, vízhűtés esetén. Ez mindenképpen egy okos megoldás. Ugye itt van a 9 foglalat, itt van a, tényleg a LED, amiről beszéltünk. Tökéletes. Na, aztán tovább menve a tápegységtartó, az is kis gumi bakokat kapott, tehát picit eltartja a tápegységet. A tápegységhez is gondolom így van, itt van a hátsó szűrő, úgyhogy ezt innen lehet kipattintani, ez is ilyen pattintós. Akkor itt van a hot swap, így van, igen, azt nem tudtuk kihúzni, mert ugye ez ide be van még egyelőre csavarva, ezt majd kiszedjük. Aztán itt a 140-es venti, megint csak, ami ugye ezzel a csavarral lefixálható, illetve átállítható, és akkor hirtelen már nem csak erre fújja, amit ugye a legtöbb esetben szokott, hanem erre is, hogyha az az igény. Hát gondolom több videokártya esetén az a célszerű, hogyha fixen erre fújja, mert ugye itt vannak a videokártyák, de valaki dönthet úgy, hogy éppen arra szeretné. De az alsó az mindenképpen megér egy hasonló történetet, hogy ezt is hasonlóan ki lehet csavarozni, és akkor lehet mozgatni az alsó ventit. Ide alulra, ugye ha visszatoljuk az első szűrőt, nem ez volt, bocsánat, szépen ezt ide vissza tudjuk tolni, láthatóan ugye eddig elér a szűrő, porszűrő, úgyhogy ide is egy 140-es vagy egy 120-as ventit be lehet rakni, porszűrő szűr, és ilyen szempontból már is plusz hűtést lehet adni a háznak. Láthatóan a kábelek közül, pillanat, mindjárt mutatom ezt is, kábelek közül, nézzük meg milyen kábeleink vannak, hát tulajdonképpen ez egy nagyon hasznos, most már egyre több házra rászerelik, de még azért van egy-két nagy ágyú, amiről hiányzik még mindig. Egy pár alapkábel, van itt egy ilyen kábelünk, ez egy SATA kábel lesz, rá kell jönnöm, hogy ez hogy működik, de biztos nem lesz bonyolult. Hát és a szokásos csatlakozók, USB, USB, audio, indító, reset, egyebek. Jó? Láthatóan tele vagyunk kábel elvezetővel, nagyon profin megoldották. Kis tápegység esetén, nagy tápegység esetén, kis alaplap esetén, nagy alaplap esetén. Láthatjátok, hogy beírta a gyártó, hogy milyen szabványokat támogat a ház. Rengeteg szabvány, de szerintem nem sorolták fel az összeset, mert az XL ATX-et és az Extended ATX-et is támogatja. Úgyhogy ilyen szempontból egy okos megoldás. Nézzük meg akkor egyből a Winchester tartót, hogy lehet kikapni. Ez pár csavarra innen. Ezeket mozdulattal ki lehet emelni. Jó, és elvileg ez így megy, ami meg kell nézni, mert a hátoldalon valami visszafogja. Jó, oké. Megnézzük, mi van itt hátul, legalább erre is fény derül. Szuper. Pillanat.
Na, ezt majd még egy kicsit gyakorolni kell, úgy látom ezt az oldalap leszedést, mert valamit nem annyira egyértelmű, de most már sikerült. Szóval, hátlap. Így van. Tehát így néznek ki a Winchester tárolók. Szerintem a, így van, a ventilátor zavart be nekünk. Majd kiszedjük az alsót akkor. Úgyis abban van valami plusz, amit még ki kell buherálni. Amit érdekes, hogy ezt nézzétek meg, van egy ventilátor elosztó hub tulajdonképpen. 7 darab ventilátort lehet rácsatlakoztatni. Ide egy Molex csatlakozót ráküldünk, és már is nincs kérdés, hogy merre menjenek a ventilátor kábelek. Ami jó pofa, hogy tépőzáras, tehát át lehet tenni esetleg máshova, ahol jobban passzol kábelezésileg a dolog, de ez mindenképpen egy nagyon okos megoldás. Tehát ha valaki nem akar küzdeni ilyen ventilátor vezérlővel, hanem alaplapról akarja irányítani mondjuk, akkor ez egy megoldás. És ide köti szépen az összes ventiét, ami, ahogy mondtam, 7 darab ventilátort lekezel. Na, szedjük ki ezt a Winchester tartót, akkor most az alsóval megpróbálkozunk. Hát, az gyorsabban kijön, ugye ott nincs bent ventilátor. Já, így egy kézzel azért nem az igazi. Na, hát ez így nem fog menni. Na, valami csavarhúzót előlántunk. Így van, meg is van. Ami ugye itt egy jó pofa dolog, ezen felül, ha valaki a vizezést komolyan veszi, miután kiszedte ezeket a rekkeket, ugye? És kihúztam, tehát még egyszer ugye ezt innen egy viszonylag jó pofa megoldás, ezt összecsukjátok és húzzátok. Úgyhogy kaptunk valami ajándékot is még, hogy ezt majd megnézzük, hogy mi az. De láthatóan így ki lehet szedni. Ezt az alsó sint is két csavarra, gondolom hátul is van valami, ki lehet szedni. És már is ide lehet építeni egy alsó radit is. Vagy esetleg, ha ezt is kiszedjük, akkor talán még állítva is oda lehet szerelni egy alsó radit. Úgyhogy vízhűtéshez is ez egy óriási ház. Gondoljátok el, hogy itt akkora hely van, hogy befér egy 6,5-es cucc, radiátor, 3-as, simán. Fölülre lehet rakni 3 darab 140-es ventit, szívó beállítással. Alulra, ha még odafér, és én úgy gondolom, hogy odafér, a radi alá még oda fog férni egy 3 darab 120-as venti, mondjuk. És alulra ide be lehet rakni, vagy állítva, vagy fektetve, akár ugye egy 240-es, ugye ki 3 darab, vagy 2x120-as, vagy 140-es radit. És ha pedig nem úgy döntenénk, akkor akár állítva is befér egy 2x120-as, 140-es radi, ide pedig betesszük a egyéb kiegészítőket, pumpát, víztartályt, stb. Stb. Úgyhogy ez ilyen szempontból tényleg nagyon ötletes, és rengeteg lehetőséget ad. Na, nézzük meg ezt a Winchester, tehát a Winchester lefogatókat, azokat HDD lefogatókat egy egyszerű összenyomjuk, húzzuk, módszerrel ki lehet húzni. Ugye 3-3 darab fér be mindegyikbe, tehát összesen az 6. Aztán mi van a dobozba? Pillanat, megnézzük azt is. Igen, tehát egyszer van egy olyanunk, hogy egy leírás, ez nem a dobozban volt, a dobozon túl. Aztán kaptunk ugye alaplaphoz csavarokat, illetve úgy látom, még kaptunk a radiátorhoz, vagy nem is tudom mi ez, lehet ez a hosszabb csavar, de ezt is tettek be egy párat. Kábelkötegelőből egy pár darab, és ami nagyon szép és okos dolog, ugye, ezt minden gyártónak, minden házgyártónak bele kéne rakni a csomagba, ez ugye a 8-as CPU kábel hosszabbít, úgyis elég hosszú a ház, nem minden tápegységnek lesz olyan hosszú CPU processzor kiegészítő 8-as
csatlakozója, amelyik tulajdonképpen itt elvezetvén, itt visszavezetvén a helyére elegendő hosszúságú lenne. Ezért ők beraktak egy, hát ez egy ilyen 15-20 cent is lehet, de ami a legszebb, hogy szálonként van tulajdonképpen harisnyázva, magyarul, talán ez a legjobb kifejezés, úgyhogy nagyon igényes és szép megoldás. Csak a házról így előzetesen, és így első körben azt mondom, hogy nagyon sok pozitívumot lehet elmondani. Még talán ezt a foglalatot nézzük meg, hogy hogy működik. Na, ez még egy történet lesz, erre rá kell jönni. Ezt el kell húzni talán. Visszanyomni. Aha, igen. Tehát el kell húzni, vissza kell húzni. És nyitni kell. Na, úgyhogy ennyit erről, ezt lehet tudni. Köszönöm a figyelmet, és legközelebb jelentkezek majd az elkészült géppel. Addig is mindenkinek minden jót kívánok. A házat dicsérni és ajánlani tudom, így első körben, ez a tapasztalatok alapján. Sziasztok, minden jót!